Kedves minisztránsok, ötiszelendő paptestvére Krisztusban szeretett testvéreim! Szénai Szent Katalinról, aki az 1300-as években élt, egy nagyon egyszerű leány volt, aki fiatalon, 15 évesen belépett a domonkosok rendjébe, és alig élt 40-valahány évet. Mindig az jut eszembe, hogy amikor én katona voltam, hát alig jutottam hozzá könyvekhez, főként vallásos könyveknek voltam a hiányában, mert oda nem lehetett bevinni a laktanyába se szentírást, se imakönyvet, de még vallásos tárgyú könyvet se. És hát nem is igen volt nekünk időnk olvasni, de azért már később, amikor idősebb katonák voltunk, a szabad időbe be lehetett menni az úgynevezett KISZ klubba, ahol 100 könyvből álló könyvtár volt. Hát javarészt ilyen háborús könyvek, katonai könyvek voltak benne, amik különösebben engem nem érdekeltek. Böngészem a könyveket, nézem, hát, még versek se voltak. Hát, találok egy olyan könyvet, az a címe, hogy Itália virágos kertje. Kiveszem, és hát először azt gondoltam, hogy kertészeknek írta valaki, hát mégis virágos kert, Itáliában nagyon sok szép növény van, hát belenéztem. És mit látok? Nem arról szólt, hogy hogyan kell a kerteket ápolni, hanem a 14. századi humanizmus előfutárait, nevezetesen Assisi Szent Ferencet és Szénai Szent Katalint mutatta be az a könyv. Senki se olvasta előttem, sőt, aki beleolvasott, bele is írt valamit, hogy ő még ekkora maraságot nem írt, nem olvasott. Hát mert ugye Szent Ferencnek a beszédjei voltak, amikor ő prédikál a madaraknak, meg a gubiói farkassal beszélget, és hát Szénai Szent Katalinnak azon levelei, amit a pápának írt. Hát én egymás után kikölcsönöztem a könyvet, nem is tudta a könyvtáros, hogy miért kérem én ezt többször, ugyanis abban szentírási mondatok is voltak, és önmagában ez a két nagy szent különösen is érdekelt. És Szénai Szent Katalin olyan valaki volt, aki bár írni, olvasni nem tudott, abban az időben ez nem volt olyan szégyen, mint ma, hiszen alig volt, aki tudott írni, olvasni, de a gondolatait azt mindig lediktálta. Így maradtak meg a levelei. És olyan nagy ismeretsége volt neki az akkori időkbe, hogy a pápának is írt levelet. A pápa ugyanis abban az időben nem Rómában lakott, hanem Franciaországban, Avignonban. Ezt hívták avignoni fogságnak. Ugyanis a bíborosok között voltak olyan személyek, akik francia származásúak voltak, és elérték azt, hogy a pápák ne Rómában legyenek, hanem Franciaországban. Mint egy 70 évig ott voltak a pápák, és most ennek a városnak éppen jubileuma van, mert óriási nagy kiterjedésű vára, meg épületei mind a mai napig, hát csodájára járnak az építészek. És ott laktak a pápák, de a legtöbb keresztény ember úgy gondolta, hogy ez mégsem helyén való. Jó lenne, hogyha a pápa visszaköltözne Rómába. Tehát beleütközött a francia királyoknak az akaratába is, mert ők is azt akarták, hogy Franciaországnak a dicsőségét emelje, és így tovább. De ez a szent életű nővér apáca írt levelet nem is egyet a pápának, persze több pápa volt ott Avignonban 70 év alatt, hogy jó lenne, hogyha hazatérne,
És hát később haza is tért Rómába, a pápa is, ott voltak utána az egyház vezetői. És ez a Szénai Katalin, akkor még nem hívták Szent Katalinnak, ez olyan nagy elismertségre tett szert, hogy halála után nem sokkal szentté avatták, és így 50 évvel ezelőtt 6. Pál pápa egyház doktorrá nyilvánította. Hát ez nem annyit jelent, hogy ő neki ott volt a neve előtt, hogy doktor, mint hogy az én nevem előtt is hivatalosan ott van, hogy doktor, az semmi, az a doktorátus, az semmi, hanem ő egyház doktor. Azok közé tartozott a legnagyobb tanítók között, akiknek a tanítása meghatározó az egyház életére. Ilyen nem sok van. Még a férfi szerzetes, vagy a férfi szentekből is egy Szent Ágoston, Szent Ambrós, Szent Gergely, Aquinói Szent Tamás, de asszonyból, nőből mindösszesen csak 4. Tehát nagy dolog, hogy Szénai Szent Katalint egyház doktornak, egyház tanítónak nevezték ki. Tehát olyas valaki, akinek a leveleit bátran lehet olvasni, mert az egyház hivatalos tanítását adja. Hát igen, mondhatná valaki, hogy hát mégis ez hátrányos megkülönböztetése a nőknek, hogy csak 4 van belőlük, férfiakból meg sok, de most már azt látjuk, hogy egyre több helyen tanítanak nők a teológiákon, sok feladatot ellátnak az egyházba, és ami az én gyerekkoromban elképzelhetetlen lett volna, hogy legyenek lány minisztrások, az most van. Olyan volt, hogy a máriás lányok föltettek egy gallért, ott voltak a litánián, szórták az úrnapi szirmokat, de olyan, hogy lányok, minisztrások legyenek, elképzelhetetlen lett volna abba az időbe. Most viszont vannak, hála Istennek. Valaki mondhatná azt, hogy hát ez így halad tovább, mire ti felnőttek lesztek, akkora már lesznek női papok is. Ugyanis hát az evangélikusoknál, reformátusoknál vannak női lelkészek. Csak hogy a lelkész meg a pap között különbség van. A lelkész az tanítja az embereket a Szentírás alapján. A pap az pedig áldozatot mutat be az oltáron Jézus Krisztusnak az utolsó vacsoráját, eleveníti meg, hozza jelenbe, mert a papi szolgálat az mindig kötődik az áldozat bemutatáshoz. És kérdezhetné tőletek valaki, hát ezt miért nem teheti lány? Hát azért, mert az utolsó vacsorára érdekes módon Jézus, aki nem törődött azzal, hogy mit mondanak az emberek, amikor ő mindenféle nővel, asszonnyal szóba áll, még az édesanyját se vitte el, csak szigorúan a férfi apostolait. De még erre is lehetne azt mondani, hát igen, ez akkoriban így volt, mert egy ilyen férfi jogú társadalom volt abban az időben, hogy a nők nem jártak se iskolába, se nem voltak politikai vezetők, de most már e felett eljárt az idő. Csak hogy a pap az oltárnál Jézus Krisztus személyét képviseli. Amikor ő itt van, akkor mintha Jézus lenne itt. Ezt tanítja a mi hitvallásunk. És Szent Pál apostolnak van egy érdekes hasonlata. Nem is könnyen értjük meg. Azt mondja Szent Pál apostol, hogy Jézusnak a kapcsolata olyan az egyházzal, mint a vőlegénynek a mennyasszonnyal.
Hát persze ezt lelki értelembe kell érteni, hogy amennyire szereti a vőlegény a mennyasszonyát, annyira szereti Jézus az egyházát. És hát mind a mai napig mi nem valljuk a gender programot, ezt mindenki tudja már lassan, hogy micsoda, mi a vőlegény csak férfinak tudjuk elképzelni. És ezért, amikor Jézust képviseli az oltárnál a pap, és azt mondjuk, hogy az egyház a mennyasszony, Jézus a vőlegény, akkor annak csak férfinak lehet lenni. Ez nem jelent semmiféle hátrányos megkülönböztetést a lányokra, nőkre nézve, hiszen vannak olyan feladatok, meg olyan kiváltságok, ami a férfiaknak nem adatott meg. Itt egyiknek ez a feladata, a másiknak az a feladata. De az oltár körül mindenki segítkezhet már. Ahogy a kereszt alatt ott álltak az asszonyok, és többen voltak, mint az apostolok, mert csak keresztelő, vagy csak Szent Jánosról tudjuk, hogy ott állt, hát akkor méltó, hogy az oltár körül is ott szolgáljanak a lány minisztrások is. De szolgáljanak, mert a miniszter szó első hallása valami rettentő nagy urat jelent. Amikor ide eljön egy miniszter, akkor mindenki, ó, jött ez a miniszter, az a miniszter, jönnek a rendőrök, nézegetik a biztonsági rendszabályok szerint a házat, nehogy valami baj érje, főként, ha a miniszterelnök jön, mert az valami nagy úr. Pedig eredetileg a miniszter annyit jelent, hogy szolga. És a minisztráns is szolga. Nem is annyira a papnak a szolgája, hanem Jézus Krisztusnak. És szolgálnunk kell Jézus Krisztusnak, itt az oltárnál, és otthon is. És én azt kérem tőletek, hogy ha jó minisztrások vagytok, akkor otthon is szolgáljatok. Én szoktam mondani a gyerekeknek, amikor valaki azt gyónja, ezt úgy általában el lehet mondani, hogy nem engedelmeskedett a szüleinek, a tanítóknak, vagy a nagyszülőknek, akkor mindig azt mondom, hogy egy alkalommal önkéntesen segítsél otthon. Megértetted, mit kértem? Meg. Csak a szülők nem tudják mire vélni, hogy a gyerek, aki alig akar valamit csinálni, azt kérdezi otthon, hogy mit segíthetne. Hát mi ütött belé? Máskor úgy kellett lögdösni, hogy ezt vagy azt idehozzon, vagy megcsináljon. Tehát az igazi minisztrás nem csak az oltárnál, hanem otthon is szolgál. Hiszen a szolgálattevés a szeretetnek a legszebb megnyilvánulásai közé tartozik. Én azt kérem tőletek, kedves minisztránsok, akik itt vagytok, a csodálatosan felújított székesegyházba, hogy lelkileg töltekezzetek, örüljetek annak, hogy itt vagytok a Szentmisén, örüljetek annak, hogy együtt vagytok, ha jól tudom, 18 faluból, majd 140-en, hogy másokkal együtt ti szolgálattevők vagytok. És ezt a szellemet, ezt a lelkületet vigyétek haza, és legyetek otthon is minisztránsok. Szent Tarzícius, a minisztrások védőszentje, könyörögjön érettetek. Amen.